Sziasztok és üdvözöllek benneteket itt újra nálam! Ma egy olyan videót hoztam nektek, ami már régen volt a csatornám, pedig igazából az egyik kedvenc témáim közé tartozik, és azt hiszem, ti is eléggé szeretitek, és ez nem más, mint a Randi önmagammal sorozatom egy újabb része. Ha esetleg újonnan csatlakoztatok hozzám, és nem tudjátok pontosan, hogy miről lenne szó, akkor gyorsan bemutatom, hogy mi is ez. Szóval én nagy szószólója vagyok már évek óta annak, hogy nyugodtan merjetek programozni önmagatokkal is, mert biztos mindenkinél vannak azok a programötletek, azok a helyszínek, amiket szívesen kipróbálna, ahová szívesen elmenne, de mivel éppen nincsen társasága, nem érdekel senkit a baráti köréből, éppen nem ér rá senkit, vagy jelenleg egy olyan élethelyzetben vagy, hogy picit magányosabbnak érzed magad. Nos, ezek közül egyik dolog se legyen olyan, ami megakadályoz benned abban, hogy megcsináld ezeket a dolgokat, hiszen szerintem nagyon fontos, hogy önmagunkkal is nyugodtan töltsünk el minőségi időt, és egyáltalán nem ciki semmilyen programra elmenni egyedül. Én már voltam egyedül színházban, moziban, múzeumban, és tök jó programok szoktak lenni ezek így is. Szóval, ha bármi dolog van, amit már régóta szeretnétek megcsinálni, akkor tegyétek meg nyugodtan egyedül is, hiszen én mindig azt mondom, hogy az ugyanolyan fontos dolog, hogy önmagunkkal komfortosan érezzük magunkat, mint hogy másokkal. Ma egy olyan helyszínre fogok elmenni, amire igazából már nagyon-nagyon régóta kíváncsi vagyok, 1000 éve meg van nyitva a telefonomon, a böngészőmben ez a helyszín, hogy ne felejtsem el, hogy valamikor sort kerítsek rá, és ma végre sort fogok rá keríteni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ma elviszem magammal ezt a Samsung Galaxy Z Flip 5 készüléket is, mert hát ha valamit mondanom kell negatívunként az olyan programoknál, amit egyedül csinálsz, és hát nyilván ez sem a világ vége, de hát ugye az ilyen helyzetekben elég nehéz egy jó fotót csinálni magadról, ami nem egy szuper közeli selfie, hanem ha tényleg valamilyen különlegesebbet szeretnél. Viszont ennek az összehajtató telefonnak hát pont ez az egyik nagy előnye, hogy gyakorlatilag bármilyen szögben tudsz vele fotót csinálni, tehát akár leteheted a földre így félig összehajtva, elfordítva, teljesen szétnyitva, összecsukva, de tényleg rengetegféle módszerrel tudod használni. Szóval gyakorlatilag olyan, mintha egy fotóst vagy egy kis állványt is magaddal vinnél, mert egyszer ez a telefon megcsinál neked mindent, és hát elképesztően kis kompakt. A mostani telefonoknál bármennyire is szeretem a nagy kijelzőt, azért valljuk be, ezek csak táskával működnek, tehát nincs olyan, hogy ezt gyorsan beteszed a zsebedbe, és már mehetsz is, viszont hát ennél ez abszolút működik, mert nagyon-nagyon kis pici kompakt, tehát tényleg elfér a zsebedben is. Ha pedig szétnyitod, akkor egy ugyanolyan teljes értékű telefont kapsz belőle. Egyébként a korábbi verziókhoz képest ennek a kis előlapi kijelzője is nagyon-nagyon praktikus, hiszen már ezen rengeteg dolgot meg tudsz csinálni, és ráadásul elképesztő széles körben személyre lehet szabni, tehát nagyon kis játékos dizájnokat lehet rajta beállítani, nekem ez különösen tetszik rajta, illetve ha nagyon gyorsan szeretnél fotózni, akkor szintén ezt a kamerát azonnal elő tudod hívni rajta, és így is tudsz egy fotót lőni. Na de mielőtt elindulnék, igazából pont ebédidő van, úgyhogy először gyorsan összedobok magamnak valami kaját, és kihasználom az alkalmat arra, hogy megmutassam nektek az egyik kedvenc, gyorsan elkészíthető ebédemet, ami ráadásul szerintem egy tökéletes nyári választás is, tudom, hogy már szeptember van, de ez egy olyan étel, amit a hűtőből kivéve is tudsz enni, akár hidegen, de melegen is, szóval egy ilyen nagyon jó kis átmeneti, tényleg percek alatt összedobható, nagyon finom ebéd lesz. Nem véletlenül mondom, hogy tényleg egy nagyon egyszerű és gyors ételről lesz szó. Hát először is kell hozzá kuszkusz, ami éppen itt már készül, sőt, szerintem már, igen, készen is van. A kuszkuszt én azért szeretem nagyon, mert én ezt nem is szoktam főzni, hanem csak másfélszeres forró, nagyon forró vizet teszek hozzá, letakarom egy tányérral, és nagyjából 10 perc alatt megduzzad, fölszívja magát, és teljesen puha lesz, és már ehető is. Szóval ennél kevésbé mocerás köret azt hiszem nem létezik a világon. Aztán kell hozzá nekünk ilyen mini mozzarella, amit még félbe szoktam vágni, egy kis konzerv tonhal, vagy bármilyen halkonzerv, amit szerettek, és az én kedvencem mindenek felett az aszalt paradicsom, ami szerintem minden ételt
tökéletessé tesz. Szóval igazából ezt a négy összetevőt én egyszerűen csak össze szoktam keverni egy kis tányérkában, és tökéletes. És akkor ezt ugye lehet így enni egyből, amikor még meleg a kuszkusz, de akár előkészítheted ilyen meal prep formájában, és már a hűtőbe beteszed a kész ételt, és bármikor csak előveszed, és tök jó hidegen is. Tök egyszerű, de nagyon finom. Kitalálhattátok a képekből, éppen a japán kertben sétálgatok, ami tényleg olyan, mint a nyugalom szigete. Leszámít, hogy azt hiszem a szomszédban vagy egy általános iskola, vagy egy játszótér van, és hihetetlen a gyerek zsivaj. Na de ez a japán kert már 1928 óta itt van, ha jól emlékszem a dátumra, és a 30-as években még a japán császári pár is járt itt, akik az utazásuk után még növényeket is ajándékoztak a kertnek, és ezek közül néhány még a mai napig is megtalálható itt. Most éppen bejöttem egy ilyen kis bambusz ösvényben, sétálok, nagyon hangulatos. Természetesen olvasnivalót is hoztam magammal, és azt hiszem, erről itt YouTube-on még nem meséltem nektek, szóval mindenképpen szerettem volna itt is ajánlani a Tükörjáruló című sorozatot, aminek én most már a negyedik kötetét olvasom, és hát óriási nagy kedvencem lett. Azt kell mondjam, hogy idén nagyon nagy szerencsém van a könyvsorozatokkal, mert tényleg mostanában ilyen önálló kötetet szinte nem is nagyon olvastam, hanem állandóan egy-egy sorozat teljesen elvarázsol, és igazából ebben nektek is részletek van, mert azt hiszem már ezt a sorozatot is sokszor ajánlottátok nekem, de csak most került nálam sorra, és hát megint csak milyen igazatok volt. Egyébként ezt valamilyen szinten a Harry Potter utódjaként is szokták emlegetni, csak mert ez is egy különleges fantáziavilágban játszódik. Megpróbálom nektek összefoglalni a történetet, ami egyébként nem túl egyszerű feladat. Na de a Tükörjáró egy olyan világban játszódik, ahol a különböző feldarabolódott birodalmak vannak, és mindegyik birodalomban különleges képességekkel bíró emberek élnek, mindegyik birodalomban más különleges képességről van szó, és ezeknek a birodalmaknak az élén egy-egy istenség áll. A könyv főszereplője Ophelie, aki animista, és az ő különleges képessége az, hogy tud a tárgyakból olvasni, átérzi a tárgyak múltját, pontosan tudja, hogy kik érintették, azoknak milyen volt a lelkiállapota. Na és őt, hát igazából egy ilyen diplomátiai egyesség miatt egy másik birodalomra adják férjhez, és hát gyakorlatilag a semmiből oda kell mennie ehhez az ismeretlen emberhez, és hát hamar kiderül, hogy nem éppen az ideális férj jelöltről van szó, és hát a férj jelölt sincsen túlzottan oda Ophelieért, és hát egy nagyon érdekes kis kapcsolat bontakozik ki közöttük, de hát ez egy sokkal több, mint egy ilyen szerelmi történet, vagy mint egy ilyen elrendezett házasságról szóló sztori, ugyanis sokkal inkább ezekről a különleges képességekről, a birodalmak közötti hatalmi viszonyokról szól, nagyon-nagyon érdekes, és hát minél többet olvas belőle az ember, annál komplexebb lesz ez az egész világ. Úgyhogy hát nagyon-nagyon sajnálom már, hogy az utolsó résznél tartok belőle, nem akarom, hogy véget érjen. Épp nézegettem a korábbi ilyen videókat, és hát azt számolgattam már, hogy voltunk így együtt egyedül, milyen vicces megfogalmazás, de hát így volt. Szóval voltunk már együtt egyedül Kolotkó miniszobrokat felfedezni, megmutattam nektek a kedvenc parkomat, vettünk könyveket, jártunk többféle múzeumban, tartottunk Harry Potter napot Londonban, szóval azért csináltunk már jó néhány különböző dolgot, és azon gondolkoztam, hogy vajon nektek mi lehet az ilyen tipikus, vagy éppen kedvenc randi önmagammal program, úgyhogy írjátok meg, amivel egyszerre ötletet is adtok nekem, hogy én mit csináljak legközelebb,
illetve ha megjött a kedvetek, vagy felkeltettem az érdeklődéseteket a telefonnal kapcsolatban, akkor a leírásban találtok majd hozzá egy linket, ahol meg tudjátok nézni a részleteket. Most pedig köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!